Az elődöntőket követően 12 együttes, köztük több vegyes csapat állt rajthoz Székesfehérváron az atléták csapatbajnoki döntőjén. A számuk győztesei 12 pontot kaptak, majd helyezéstől függően csökkent a pontok száma. Az első nap után a címvédő Debrecen Nyíregyháza vegyes csapat mindössze 3 ponttal vezetett a budapesti honvéd előtt, a második napon aztán növelte előnyét a DSC SNSC, amely így megszerezte a bajnoki címet. Azt mondhatom, hogy ez a verseny volt az, amikor az íre feltettük a pontot, hiszen már a versenyzőink a felnőtt magyar bajnokságon is jól szerepeltek, nem beszélve a nemzetközi szereplés, ugye Helebrad Máténak a világbajnoki 6. hely, illetve Szikszai Róbertnek az univerziádi 3. hely, és ez a nagy magyar csapat bajnokság, ahova 12 csapat kerülhetett be, és 12 csapat vett részt a döntőben. Szoros meccsen, szoros mérkőzéssel a Honvéd lett a második, és 30-valahány ponttal nyertünk a Honvéd előtt. Az ugró szakák 68 ponttal járult hozzá a vegyes csapat győzelméhez. Bakosi Péter az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem talált legyőzőre. Az ugrók közül úgy érzem, hogy senki nem állt úgymond fejre, tehát mindenki hozta azt, amit tud. Peti szokásával szerint Bakosi Peti a magasugrást megnyert, továbbra is veretlen Magyarországon, meg ebbe az évben is. Emellett még bevállalta a 3-as ugrást önszorgalomból, és ott is tudott egy 5. helyet szerezni, ami pontban elég sok volt. Pár Robin természetesen, ahogy szokta, a távol 3-as ugrásban 3. és 4. helyet tudott elérni. Zajász Petrak ugye Debrecenből igazolt, ő is 3-as ugrásban 2. és távolugrásban 8. tudott lenni. Két fiatal ugró, az pedig 3-as ugrásban tudott egy 8. és egy 9. helyet, ami szintén sok pontot jelentett a végén. A hét végén a szezon utolsó versenyét rendezik Budapesten, a váltóbajnokságon a nyíregyháziak serdülő, ifjúsági és junior korosztályban is rajtozálnak majd.